Köszöntöm nézőinket, ez a Szerdeste, benne pedig a hét témája. 28. alkalommal gyűlnek össze a Lions Club tagjai és a támogatók egy igazi, kellemes hangulatú bárra, amely leginkább a jótékonykodásról szól. Erről és még sok minden másról beszélgetek vendégemmel, Balogh Sándorral, a Soproni Lions Club elnökével, akit sok szeretettel köszöntök. Köszöntök kedves nézőinket, én is. No, elnök úr, akkor ugye 28. alkalommal indul a Lions Bál, amely éppenséggel ezen a héten szombaton este lesz. Mit kell róla tudnunk? Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen sokadik alkalommal tudjuk megrendezni tradíciálisan a bálunkat. Ez azért kerül a májusi időszakra, az év közepére, és nem a báli szezonra, január-februárra, mert egy Lions évad az szeptembertől júniusig tart, és ebben zárjuk le igazából az évünket, ebben avatjuk új tagjainkat, és ebben a lánc átadásával kerül az új elnök a pozíciójába. Tagjelölés, ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hiszen valószínűleg ők lesznek azok, akik aztán majd avatásra kerülnek, de kik lehetnek tagok a Lions Clubban? A Soproni Lions Clubban nagyon szigorú feltételek alapján lehet valaki tag. Hát először is egy Lions tagunknak jelölni kell, ajánlani kell egy arra érdemesnek tartott személyt. Majd ez a tagjelölt egy éven keresztül látogathatja üléseinket, majd hogyha mindenki elfogadta és mindenki igennel szavazott, akkor a bálon teljes értékű taggá tudjuk őt avatni. De természetesen nem csak hat tagokat avatják és az elnököt nevezik ki ezen az alkalmon, hanem rengeteg érdekes program is várja azokat, akik részt vesznek ezen a jótékonysági estén. Igen, nagyon színes és nagyon jó hangulatú bál szokott minden évben lenni. Hadd említsem meg legelőször is a fővédnökünket, aki Benkő László, Kossuth és Liz Díjas zenész, úgy gondolom, hogy nem kell bemutatni, az Omega Együttes tagja. A bál díszvendége Babos Témea lesz, Grand Slam győztes világbajnok teniszező, Soproni, úgy gondolom, hogy őt sem kell bemutatnunk, és nagyon nagy örömünkkel szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat Sopron város polgármester, dr. Fodor Tamás is. A jótékonyság jegyében lesz egy árverés is, és ha már Babos Témea szóba került, akkor éppen az ő relikviái közül kerül majd valakihez ez a dolog. Igen, Témea nagyon szeret jótékonykodni, és a bárra is felajánlotta különböző erekjéit, amit árverésre fogunk bocsátani, és felajánlotta egy ütőjét is, ami egy tényleg nagy értéket képvisel, és amit el fogunk árverezni. Mi lesz a pénz sorsa, ezt már lehet tudni? Milyen jótékonysági akcióra lehet most számítani? A bál bevételét szokásosan nem egy bizonyos célra szoktuk felajánlani, hanem az évben elosztva különböző jótékony célokra, és hogyha lehet, akkor itt említeném meg különböző tradicionális olyan jótékonyságainkat, amik minden évben jellemzik a Lions Clubot. Október 15-én tartják a vakok és gyengéllátók a Fehér Bot napját, ahol mi mindig megjelenünk, és a tavalyi évben adtuk át az ő részükre az intelligens fehér botot, amit itt a tévében korábban már be is mutattak. És ha igaz, akkor ma is használja Krisztina, ugye úgy hívják a hölgyet, aki ennek a használója? Igen, ő Rász Tamásné Krisztina, nagyon szépen tanulja a botnak a használatát, és egyre ügyesebb, nem régen beszéltem vele, és azt mondta, hogy most már egy Sopron területén is hosszabb utakra is el tud menni. Ez nagyon jó, ez egy nagyon szép kezdeményezés. Ugye ez van októberben, mi a novemberi programja a Lions Clubnak? A novemberben a Nemzeti Sírkert programunk keretében Tóth Ágoston Rafael térképész ezredesnek a sírját újítottuk föl, majd ezután meg is koszorúztuk azt. Egyébként ez a Nemzeti Sírkert program, ez már ugye nem a tavalyi évben volt az első alkalom, hanem ez már egy több éves dolog, hogyha jól emlékszem. Nem, ez évek óta zajlik ez már nálunk. Ennek a soproni motorja Vörös Ákos tagtársunk. Mi történik amellett egyébként, hogy most ugye felújítottak egy sírt, akkor ez minden évben így működik, hogy van egy kiszemelt Sopronhoz köthető személy sírja, és akkor ott
rendbe rakják, ha esetleg már nincsenek hozzátartozók. Igen, nem csak ezt az egy sírt kezeljük és tartjuk rendben, hanem híres soproni lakosoknak a sírjait is szoktuk takarítani és rendbe rakni természetesen. Ugorjunk át az év utolsó hónapjára, ez a december, ami, ha igaz, akkor ugye az édesanyákhoz köthető valamilyen módon. Igen, decemberben is egy hagyományos programunk van, ugye a karácsony jegyében. Ezt egy feleségprogramnak hívjuk, amikor a tagtársaink feleségei is beszállnak a jótékonykodásba, és minden évben a családok átmeneti otthonát látogatjuk meg, és karácsony ajándékokkal, ruhaneművel, édességekkel lepjük meg őket. Mindig nagy szeretettel és nagy örömmel fogadnak ott bennünket, ugye a szülők is, édesanyák, édesapák és a gyerekek is. A január változatlanul jótékonyság jegyében, hiszen akkor általában beindul, ha igaz, akkor a Bokor közösségek által szervezett ételosztás, amiben a Lions Club tagjai is minden évben részt vesznek. Igen, sajnos azt mondom, hogy részt veszünk ezen a rendezvényen. Azért mondom, hogy sajnos, mert vannak minden évben rászorulók, akik igénylik ezt az ételosztást. Ezek hajléktalanok és tényleg rászorulók, akik nem tudnak gondoskodni magukról. Hát azt tudom mondani, hogy idén januárban is, mint az előző években, sajnos találkoztam olyanokkal, akik rendszeresen évek óta már ide járnak. Viszont beszélgettem többükkel, és abban maradtunk, hogy remélem, hogy jövőre nem fogunk találkozni, mivel tudnak munkát találni, és tudnak lakásszállást találni maguknak. Február? Februári programunk volt, ezt is hagyományosan szervezzük, egy kamara színház előadás szervezése. Hál' Istennek nagyon jó a kapcsolatunk a Soproni Petőfi Színházzal, Pataki András igazgató úrral, aki felszokta ajánlani, hogy a színészek intézményekben, otthonokban egy ilyen kamaraeladást adnak elő. Ugye a Balfi utcai idősek otthonában voltunk, és egy kitűnő hangulatú, nagyon megható, de egyben vidám kis kamaradélután tudtak a színészek oda varázsolni. Ha igaz, akkor Pataki András igazgató úr is Lions tag, vagy lesz esetleg? Az elmúlt egy évben töltötte ő a próbaidejét, és most szombaton, május 26-án a bálon fogjuk őt teljes értékű tagunkká avatni. Akkor valószínűleg még szorosabb lesz ez a kapcsolat a szervezet és a színház között. Az év további részében egészen a bálig vannak olyan események, amelyek kiemelhető a Lions Club életében? Igen, minden évben április végén, május elején kerül megrendezésre a Lions Squash Open. Ezt már a hetedik alkalommal rendeztük meg, és a Tóth Antal iskolát támogatjuk ezzel a rendezvényel elő. Tudni kell, hogy nem csak egy squash verseny, hanem ez egy fél éven át tartó projekt, amit az iskolával közösen végzünk. Az iskola diákjait, tanárait is bevonjuk ebbe a projektbe. Az idei évben a diákok és a tanárok ezt a versenyt megvalósítandó szponzorokat köszöntötték egy előadással és különböző ajándéktárgyakkal, ugye akiknek köszönhető, hogy ilyen színvonalasan meg tudjuk rendezni ezt a szép rendezvényt. És ugye itt ennek is a bevétele jótékony célra, vagy az iskola irányába Ez teljes mértékben az iskola irányába történik. Ugye itt vannak adományozások, amiket a játékosok, az indulók felajánlanak. Vannak ugye szponzori ajándékok, amiket teljes mértékben az iskola fog megkapni, és lényegében ezt szabad felhasználásra használják föl. A tavaly évben én úgy tudom, hogy kirándulni voltak belőle, buszbéreltek, a tavaly előtti évben iskolaszereket, füzeteket, ceruzákat vásároltak nekik. És akkor tulajdonképpen megint csak visszaértünk már a bálhoz, de még mielőtt elmondanánk, ugye az, hogy 28. bál, én kezdem, akkor gyorsan visszaszámolok, hogy akkor ez tulajdonképpen 1990-ben volt az első, jól számolom, vagy 91? 90, a hivatalos, a Soproni Lions Club hivatalos megalakulása 1990, ez a Magyar Szövetségnek is a megalakulása. Viszont a mi klubunk már a Magyar Szövetség előtt is létezett, mivel az Osztrák-Wilhelm-Neustadt-i Lions Club hozta létre
ezt a Soproni Lions Klubot, akkor, amikor még nem volt tehát Magyarországon Lions szervezet. Mi a küldetés egyébként? Változott ez alatt a közel 30 év alatt a Lions Klubnak, vagy ezért ez egy állandó irány? Hát a Lions Klub tevékenysége alapjában véve vakok és gyengéllátók megsegítése. Ugye 1917-ben Chicagóban Melvin Jones hozta létre a szervezetet, annak apropójából, hogy az első világháborúban visszatérő katonák, ugye a vegyi támadások hatására, ugye megvakultak, és az ő megsegítésükre indult el ez a jótékony szervezet. De azért a 100 év alatt, most már a 101. év, amióta ez a jótékony szervezet létezik, azóta azért kibővült a jótékonyság, és kibővült a támogatottak köre. Lényegében tehát az alap a vakok és gyengéllátóknak a támogatása, de lényegében mindenkit segítünk, aki rászoruló. A tavalyi évben a Nemzetközi Szövetség meghirdette és kibővítette még ezt a fő tevékenységi kört a cukorbetegekre is, mivel tudjuk, hogy a cukorbetegségnek az egyik szövődménye, ugye a látásvesztés, a vakság is lehet, és ezért a tavalyi évtől fokozottan próbáljuk a cukorbetegeket is segíteni, amit örömmel mondhatom, hogy Sopronban is már elkezdtünk. A tavalyi évben már felvettem a kapcsolatot a Soproni Diabetes Egyesülettel, és az idei évtől már, de inkább majd szeptembertől még szorosabbá fogjuk ezt fűzni. És akkor ez már, mondhatom azt, hogy az ön erénye, hogy ez már megvolt. Hogy értékeli az elmúlt egy évet, az elnökségét? Tudom, hogy mindig nehéz saját magunkról beszélni, de mégis, hogyha azt mondja, hogy most visszagondolok, hogy mit is tettem, mennyire elégedett azzal a munkával, amit elvégzett? Hát nekem a fő célom, fő célkitűzésem, amikor elnökké avattak és elnökké választottak, nekem az volt, hogy jobban megismertessem az emberekkel a Lions Klubot, nem csak a Soproni Lions Klubot, hanem az országost és a nemzetközit is, annak a tevékenységét, mert amikor én bekerültem 4 évvel ezelőtt ebbe a csodálatos egyesületbe, akkor megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy micsoda sokrétű munkát, jó szolgálati munkát végeznek tagjaink, és én is próbálom továbbvinni a nagy öregeknek a munkáját, ugye ez a tradíció, amit meg kell őrizni, de én úgy gondolom, hogy elindult már nem csak a magyar, hanem a világ szövetség is a fiatalitás útján, és ezáltal a fiatalitás útján elindultunk, ezáltal azért nyitni is kell a világra, és nyitni is kell a világ felé. Hát ami számomra az elmúlt évben, az elnöki évemben, ami meghatározó volt, az érzelmek, amik értek a különböző jótékony tevékenységek folytán, volt megható élményem, ugye ez a Fehér Bot napján megható volt látni azokat az embereket, akiket mi támogatunk és segítjük az ő életüket. Volt felemelő ez a Nemzeti Sírtkert programban a koszorúzás, egy nagyon felemelő élmény volt. Sajnos volt szomorú is, amikor a hajléktalanoknak és a rászorulóknak ételt kellett osztani, és volt vidám is, amikor pedig a kamaraadás a Balfi Öregek Otthonában egy vidám hangulatban telt. Tehát úgy gondolom, hogy ezekből az érzelmekből lehet építeni a jövőt, és emlékezni vissza öregkoromban arra, hogy milyen jó is volt ennek a remek klubnak a tagjává válni és tevékenykedni. Elnök úr, még egyszer térjünk vissza gyorsan a bárra. Mennyire lesz telt ház? Lehet ezt már tudni? Várnak még esetleg olyanokat, akik szívesen jönnének, hiszen hogyha jól tudom, akkor nem csak a Lions Club tagjai vehetnek részt ezen a báron. Nincsen telt ház. Hát szokásosan évente 110-120 fővel jelenünk meg a bálon. Természetesen még vannak helyek, ugye szombaton a
Hotel Sopronban 19-ig kezdett el kezdődik. Azért még, hogyha valaki szeretne jönni, akkor nagyon fontos, hogy előre kell foglalni, mivel ugye az asztalokat elő kell készíteni az étteremnek, és így tudunk helyet biztosítani. Nagyon remélem, hogy egy sikeres bál lesz, és akkor a következő esztendőre is, ami a Lions esztendőt értünk ez alatt, akkor ismét sok-sok program mellé tud állni a klub. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a hét témája a szerda estében, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Kedves nézőink, reméljük most is tartalmasan telt a szerda este itt a Sopron TV-n. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ismét. Addig is kövessenek minket online a sopronmedia.hu oldalon és a Facebookon. Ne feledjék, a szerda este akkor Sopron TV. Viszontlátásra!